A venezuelai menekültválságról tartottak találkozót a latin-amerikai országok és az ENSZ képviselői Quitóban. Venezuela azonban nem vett részt a megbeszélésen. Kolumbia, Ecuador és Peru aggodalmát fejezte ki, mert szerintük az egész régiót érinti ez a kérdés. Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint mintegy 3 millió venezuelai hagyta el az országot. A legutóbbi találkozónk óta természetesen felfelé kellett igazítani ezt a számot, mert a menekült áradat azóta is folyamatosan tart, mondta az ecuadori külügyminiszter. A súlyos politikai és gazdasági válság miatt tömegesen menekülnek el Venezuelából 2015 óta. Csak Kolumbia 1 millió embernek nyújtott menedéket. Peru és Ecuador szigorító intézkedéseket vezetett be a határokon, hogy jobban tudják kontrollálni a menekültek áramlását.